Sziasztok! Egyben a technikai információval kezdem. Ne ijedjetek meg! Nem arra fog szólni ez a videó, hogy azt kell néznetek, hogy itt a fal előtt ülök és mesélek és mondom el a tapasztalataimat. Miután az útélmény és a körön sok szépet filmeztem már, ezért többnyire arról lesz szó, hogy a felvételeket látva hallhatjátok majd a tanulságokat, tapasztalatokat, tanácsokat. Azonban vannak olyan hangsúlyos részek, ahol szerintem jobb, hogyha látjátok, ahogy beszélek, úgyhogy kisebb részben lesz majd ez a videóban. És hogy jön szóba a kör? Azt gondolom, hogy a magyar terepfutók körében a két legnagyobb és a legmotiválóbb bakancslistás kihívás, illetve verseny az UTMB és a kör, és miután ezek hasonló kaliberűek, ezért azt gondoltam, hogy célszerű ezekről együtt beszélni, mert sok közös pont van a kettőben. A 2022-es UTMB előtt kaptam kérdéseket, illetve utána is kommenteket, és ez alapján állítottam össze ennek a videónak a tematikáját, de párat azért felolvasok a beérkezett kérdésekből. Írtatok ilyet, hogy hogyan lehet egy ilyenre felkészülni, mikor érzi az ember azt, hogy ez már menni fog, hogyan rakja magát össze az ember fejben egy ilyen táv célkitűzése előtt, mivel tudod motiválni magad, mikor egy napja már úton vagy, nincs is alvás és bóbiskolás, mente is ahogyan tudsz felkészülni, mi motivál mondjuk 100 km után, és frissítést illetően például gét, izót, sótavit, mit, mikor fogyasztasz, megadott időrend van-e, vagy egy-egy nagyobb emelkedő előtt tolok egy kis energiát. Párat emeltem csak ki a kérdések közül, és ez alapján az alábbi témák szerint megyek majd végig. Először úgymond a távolból indul, tehát időben is, mikor több évvel jársz egy kör vagy egy UTMB teljesítés előtt, és a vége pedig az a verseny lesz, illetve hát a legeslegvége pedig az majd a regenerációt elősegítő dolgok, teendők. Azt gondolom, hogy az UTMB-t és a Börzsöny kört szerintem a videóim nézői közül mindenki ismeri, de ha netán még, aki most épp ezt a videót nézi, nem hallott róluk, akkor azért mondok két-két mondatot, az egyikről és a másikról. Hát az UTMB az Mont Blanc megkerülő 171-170 km-es és 10.000 méter szintemelkedésű verseny. Az ultra terepfutók legnevesebb és legrangosabb versenye. Hát hívják ezt a terepfutás nem hivatalos világbajnokságának is, tényleg a terepfutóknak a legnagyobb álma. 46,5 óra a szintidő, és miután verseny, ezért ki is van szalagozva. Ezt igazából azért említem, mert a Börzsönyi kör az ezzel szemben bármikor teljesíthető, 10 nap előtte kell regisztrálni, de azért bármelyik időszakában teljesíthető, tehát te választod ki a dátumot. Miután nem versenyt nincs szalagozva az útvonal, tehát neked kell követned az adott jelzéseket, és 152 km a táv, 7100 méter szintemelkedés, amit 30 órán belül kell teljesíteni. Ezt teljesítetted segítővel, hogy van embered, aki ad neked frissítést menet közben, vagy ruhát cserélsz, stb. De segítő nélkül, és amikor pedig rajtó magadnak hiszem mindent. Egy pár mondatot fogok mondani az hobbi sportolói előéletemről, aztán utána az UTMB és a kör nehézségéről, az egyikről és másikról is, illetve egy kicsit egymásról is visszaműtve, mert itt azért lehetnek félinformációk vagy félértések, akkor mikor érzed azt, hogy felkészült vagy rá, mikor lehetsz felkészült rá, akár te is, kedves videónéző. Negyedik pontban pár mondatot mesélek majd az adott évi felkészülésről, de itt a sajátomról is, nem pedig tanácsot fogok adni, vagy kevéssé. Utána az UTMB-hez kapcsolatban pár információt mondok az út szervezésével kapcsolatban, ezt kérte tőlem egy kedves követőm. De magyarán, hogy ott az utazást hogy szervezem meg, illetve a lent töltött napokról is pár mondatot. Aztán utána szó lesz a felszerelésről és hasznos trükkökről, ez itt fontos, mert tényleg mondok pár jó tanácsot. És nem a kötelező felszerelést fogom elmondani, arról van egy külön videó. Aztán a frissítésről néhány gondolat, tapasztalat, majd a 8-as pont, illetve a 9-es, a kör teljesítéséhez néhány információs tapasztalat, illetve az UTMB esetében szintén. Ezen belül lesz arról szó, hogy mi segített át a nehézségeken, hogyan lehet megelőzni, csökkenteni a küzdelmeket, és a legvégén pedig következik az, hogy pár mondatot mondok arról, hogy én mit szoktam a verseny után tenni, ahhoz, hogy minél jobban meggyorsítsam a regenerációt. És akkor kezdjük. Akkor néhány mondatot a hobbi sportolói előletemről. 2014-ben kezdtem el futni, ugyanakkor 2018-ban már kör és UTMB teljesítő lettem, és ezért gondoltam, hogy talán célszerű kiegészíteni előtte azért
pár mondatot mondani róla, hogy előtte azért 25 éven át bringáztam. Azt mondom, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy utána a futásra ott tudtam haladni, illetve biztosan segítette, mert azért kialakult egy alapvető izomzat, illetve megfelelő edzettség az éves során. Ahogy mondtam, 25 éven át bringáztam, ezzel a 160 ezer kilométert tekertem, 1,6 millió méter szintemelkedést, hát több mint 30 ezer kilométert bringáztam magas hegységekben, Alpokban, Pireusokban, Kanári-szigeteken is tekertem, több mint 300-szor 2000 méter fölött, aztán feltekertem a világ legnehezebb emelkedőjén is túrabringával, bringacsere nélkül. Ezt azért el akartam mondani. Azt gondolom, hogy ezek is tényleg ez, hogy rengeteget tekertem más bringen, meg rengeteget emelkedőn, ez hozzájárult ahhoz, hogy megfelelő edzettségem lett, illetve a kialakult egy terefutást segítő izomzat részben, mert ugyanakkor például bizonyos törzsizmokat azért erősíteni kell azon kívül, illetve hát vannak olyan egyéb izmok, amiket szintén kiderült, hogy nem árt megerősíteni. Akkor a futásra rátérve, 2014-ben kezdtem el futni, azóta összesen 4 különböző, de 5 alkalommal teljesítettem 100 mérföldes, ilyen 8-10 méter szintemelkedésű ultraterefutó versenyt külföldön, mindegyiket. Ezek közül a 2 az az UTMB, és utána néztem, összesen 7-szer teljesítettem 100 km-nél hosszabb, ilyen 6-7 ezer méter szintemelkedésű terefutó versenyt. Ezek közül van pár Mátra 115 is, tehát hazai, és akkor még teljesítettem 2-szer a kört. Örömfutó vagyok, hobbifutó vagyok, ami annyit jelent, hogy igazából én időre nagyon kevésszer futok. Rövid emelkedőket itt a környéken néha-néha megfutok. A leghosszabb, amit szoktam így időre, tempósan, az egy ilyen, hát én 1 óra 50 perces kör itt a Nagykevély környékén, de az is inkább megfutható szakaszokkal, tehát abban a kevés gyaloglós részon direkt szándékosan. Következő pont akkor az UTMB és a körnehézsége. Hát abban a helyzetben vagyok, hogy mondhatom, hogy mind a kettő ez volt elég szerencsém. Az UTMB-t 2-szer teljesítettem, a kört szintén 2-szer. Ugyanakkor azon kívül is rengeteget futottam a körútvonalán. Hát ha összeszámolom, legalább 1500 km biztos, hogy futottam a körútvonalán. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a körútvonal az alapvetően szinte elvétve technikás, jó futható. Az Alpokhoz képest nincsenek benne akkora emelkedők. Ugyanakkor a szintír az egyértelműen feszesebb, mint az UTMB, tehát itt nincs idő tökölésre, és aki úgy halad, mint ahogy én szoktam, vagy ahogy én haladok, annak nincs idő tökölésre, haladni kell. Az azért mindenképp előnye, hogy csak egy éjszakával kell megküzdened. Te választod meg az időpontot, hogy mikor mész, 10 nap hamarabb ugyan be kell jelenteni. Ugyanakkor az év bármik időszakot kiválasztod, tehát ha nem bírod a meleget, akkor inkább mész a hidegbe, ha nem bírod a hideget, mint én, akkor inkább mész melegebb időszakba. Az azért az UTMB-hez képest nehézség, hogy az útvonal nincs szalagozva, vagy hát már akinek nehézség. Nem is a jelzéseket kell ismerned, hanem azt, hogy hol merre kanyarodsz. Tehát én például alig tudom a jelzéseket, hogy hol merre van, egy-kettőt tudnék felidézni belőle, ugyanakkor mindenhol tudom, hogy merre kell kanyarodni, mire kell figyelni. És akkor egy fontos dolog a teljesítők és a feladók aránya. Itt van benne egy kis félrevezető dolog. Hát körülbelülre mondom, hogy mondjuk a harmada az, akiknek nem sikerül a kör, azok közül, akik nekivágnak. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a feladások egy része abból adódik, nem abból adódik, és ez a fontos, nem azért, mert a bőrzsöny az erősebb, hanem mert az illető rosszul választja meg az időpontot. Tehát lehet, hogy valaki úgy választja meg, hogy éppen aztán ködös idő lesz ősszel, ahelyett, hogy elment volna olyankor, amikor biztosan nincs köd, vagy mondjuk véletlen túl hideg lesz, és mínusz 5 fokon már nem lehet haladni. Aztán az is, én azt gondolom, hogy arról szól, hogy az ember nem készült fel, ha valaki az álmossággal nem bír, és akkor ezért bukik el végül is. Mert az megint csak nem azt jelenti, hogy a bőrzsöny volt az erősebb, hanem az illető nem készült fel eléggé. Ezt igazából csak azért akartam elmondani, mert kicsit túl van dimenzionálva ez, hogy a bőrzsöny az erősebb, erről szó nincs. És akkor az UTMB-ről is pár gondolatot, pár mondatot.
Hát az UTMB-n a körhöz képest egyértelműen nagyobbak az emelkedők, hosszabbak az emelkedők, értelemszerűen az jobban megterhel, ha mondjuk másfél órát egyfolytában kell a lejtőn kocognod, illetve hát azért több a meredekség is, értelemszerűen, mert a távszint arány az azért komolyabb az UTMB-n. Szintén plusz nehézséget jelent, hogy az UTMB-n két éjszakával kell megküzdened. Megtapasztaltam, mert nekem a második éjszaka az azért az sokszor azért nagyon küzdelmes tud lenni. A felszerelés az egyértelműen több, miután van kötelező felszerelés, és míg a körön ott megteheted, eleve kevesebb volt a cucc, de ott megteheted, hogy leadod a segítődnek, az UTMB végig kell vinned. Tehát még ha tök meleg van, akkor is végig kell vinned a melegruhát, az esőkabátot, esőnadrágot, stb. Illetve az UTMB-n egy csomag küldőpont van, ha nincs privát asszisztenciád, akkor azért elég sok saját frissítést is kell vinni. Körülbelül 16-18 óra után van a csomag küldőpont, úgyhogy terheli ám saját frissítés és a futózsákot. Hát én körülbelül egyébként ilyen fele-fele arányba szoktam, vagy kicsivel is még több is a saját frissítés, mint a szervezői. Az UTMB-n a teljesítés, tehát a rajtolók közül körülbelül 35% lesz a feladók aránya. Az időjárásban is van egy különbség, vagy hát lehet, mert a körön is lehet, hogy tök rossz időt választasz. Az UTMB-n fix időpont van, ott mindig nyár utolsó hétvégéje, viszont simán az benne van a pakli, hogy elrajtolsz 20 fokba, és éjszaka meg 3 fok lesz, mint ahogy láttátok a videómon. Úgyhogy azért az nem gyerekjáték, ezért eléggé be kell öltözni éjszakára. Mint látjátok, ezt a felvételt utólag teszem hozzá, mert elfelejtettem. Még egyetlen egy dolog a kör és az UTMB nehézsége kapcsán. Mégpedig a körnél, miután itt van a szomszédban, de még ha valaki 200 km-t lakik, akkor is sokkal könnyebben megoldható, hogy sokszor bejárnasd az útvonalat. Az UTMB-n az még nem így van. Tehát a körnél lehet, hogy gyakorlatilag szinte minden kanyart ismersz, tudod, hogy az adott emelkedőkön fél óra alatt meddig jutsz el, vagy az adott emelkedőt mondjuk mindig megfutod ilyen 55 perc, vagy 58 perc alatt. Az UTMB-n hát az ember ezt nem teheti meg persze. Bejárásokat tudsz tenni, egyszer-egyszer bizonyos szakaszokat bejárogasz, de azáltal éppen csak megismered. Az éppen csak arra, hogy egyszer alul, hogy felmentél, de sok közben nézelődgetsz. Tehát azért az bőven nem ugyanaz. És az meg megint nem ugyanaz, hogy éjszaka fogsz járni, nem úgy, mint mondjuk nappal. Tehát ott azért annyival vagy előrébb, hogy úgy, ahogy ismered, de azzal attól még nem sokkal vagy előrébb, hogy na akkor, amikor tartasz az emelkedőn, akkor ott hogy fogod érezni magad, meg ilyenek. Úgyhogy, meg hát még a UTMB bejárás kapcsán az is tök más, hogy ott, miután a verseny előtt vagyunk egy héttel, esetleg ilyen 20 km-t elmész futni, vagy 15-öt, ami nem ugyanaz, mint mondjuk a lábadba már 40 vagy 80 km-re jársz ott az adott emelkedőn. Úgyhogy ezt még gondoltam fontos hozzátenni. Még egy fontos dolog az UTMB kapcsán. Kommentben megkaptam, az előző az UTMB videómnál kommentben megkaptam, hogy az illetőnek, ezt jegyezzük meg, az illetőnek ez nem olyan nagy kihívás, vagy szerintem nem olyan nagy kihívás, mert hogy a leggyorsabbakhoz képest több mint másfélszeres időn felüli futás az már nem egy nagy dolog. Szerinte, na most ez kicsit félreviszi a gondolatokat, ugyanis nézzük meg, hogy bizonyos más sportversek, hogy néz ki a szintidő. Tehát, hogy milyen teljesítéseket engedélyeznek. Sőt, az UTMB-n a leggyorsabbakhoz képest kevesebb, mint 2,5-szeres, mondjuk olyan 2,4-szeres a szorzó a szintidőt illetően. Ehhez képest olyan sportágban szintén, ahol a világ legjobbjával futnak a hobbifutók is, mondjuk egy utcai maratonon, ott van több helyen ilyen 2,7-es vagy 3-szoros a szorzó. Tehát a leggyorsabbakhoz képest, ha 3-szor annyi időt futod le, akkor is teljesítő leszel. Balatonátúszáshoz szintén ez a helyzet, a leggyorsabbak 1 órát leúzták, vagy 1 óra 2 perc körül, de 3 óra szintidő. Tehát azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy azokhoz képest az UTMB egyetemes szigorúbb, tehát én azt gondolom, hogy azért hát egy kicsit is mondani, egy picit butaság ezt mondani, hogy na akkor az nem olyan nagy szám, illetve sok sportágban ez a helyzet, hogy miután be akarják vonzani a hobbifutókat is, ezért együtt futnak a legjobbak is, meg az önönfutók is. És hát az már a szervezők felelőssége, vagy a szervezők hozzáállása, vagy nem is tudom minél múlik, hogy mennyire szabják szigorúra a szintidőt. De ahogy felsoroltam, látszik, hogy mondjuk az UTMB maratonhoz, meg a Balaton átúszáshoz képest, az UTMB-n azért ez szigorúbb, tehát itt nehezebb
azért így is a teljesítők közé kerülni, mint az előbb felsorolt két másik eseményen. Következő pont. Mikor érzed azt, hogy felkészült vagy rá? Hát a saját esetemről beszélek alapvetően, illetve aztán arról is, hogy te mikor érezheted, hogy felkészült lehetsz a körre meg az UTMB-re. Hát a körről én 2014-15 környékén hallottam, olvastam. Olvastam Csipinek nagyon jó beszámolóját, és az is motivált, hogy tényleg ez egy hosszú terefutó kihívás, sok szinten, ami nekem fontos, tehát nem dimbi-dombi, és az, hogy kevesen teljesítették, mert ez plusz motivációt jelent. Ekkor még csak olvastam. Aztán amikor 2016-ban teljesítettem az első Málta 115-ömet, a 132 km volt 6760 méter szintemelkedéssel, akkor gondolkodtam el azon, hogy igazából innen már nincs olyan messze a kör, távban se és színben se, illetve időben sem, mert az nekem 26-23 perc volt. És akkor már úgy felmerült, hogy hát akkor lehet, hogy akár lassan lehet a körben is gondolkodni, elkezdtem bejárásokat csinálni, először még nagyon amatőr módon abban az évben. Következő évben aztán akkor már az UTMB-n is elkezdtem kicsit gondolkodni, és abban az évben még csak arra mentem rá, hogy legyen meg az UTMB szükséges kvalifikáció, kvalifikációs futásaim legyenek meg az UTMB-hez, de még nem is gondoltam a nevezésen. Na, amikor teljesítettem összességében már 4 ilyen 100 km-es 6000-7000 szintemelkedésű terepfutóversenyt többnyire magas hegyeken, akkor magas hegységekben, és 18 év elején a körbejárásaim úgy haladtak, hogy tényleg olyan tempóval mentem 8-10-12 órán át is, ami a körön kell, akkor éreztem, hogy na jó, akkor ez most már menni fog, mert tudok hosszan is menni, sok szintet megfelelő tempóval, illetve hát 12 órán át kiderült, hogy ott is bírom ezt, és akkor én is beneveztem a körre. Akkor nézzük az UTMB-t. Ahogy mondtam, 2017-ben már teljesítettem a kvalifikációhoz szükséges futásokat. Ellenben még nem gondoltam, hogy akkor nevezek. Mert akkor úgy nézett ki ez a nevezési rendszer, hogy hogyha beneveztél először, akkor ha nem jutott, nem sorsoltak be egyből, akkor legkésőbb 3 évvel viszont biztosan besorsolt, biztosan bejutottál, rajtozálhattál. Ugyanakkor úgy voltam vele, hogy hát a 3 év az úgymond messze van, tehát mondom, biztos, hogy nem fognak besorsolni első évbe, és ezért döntöttem végül is úgy, hogy oké, akkor benevezzek egyből nem fognak besorsolni, viszont legalább eltelik még egy év, és amúgy meg lehet, hogy csak 3 évvel fogok menni. Na most ebből végül is az lehet, hogy mégis besorsoltak, egyből volt akkor a szerencsém, hogy egyből mehettem 2018. augusztus végén. Na most ebben benne van, hogy így azért talán nem is volt annyi tapasztalatom, mint ami a legjobb lett volna. Én így utólag azt mondom, hogy leginkább ez a második éjszaka kezelésénél volt tetten érhető, tehát ott azért nagyon megküzdöttem. Bár tegyük hozzá, ott más dolog is bejátszott, amit az egyik videómban azért már említettem. Hát a felkészülésem illetően az UTMB-ről, az első UTMB-ről azt mondom, hogy megvolt. És hát reméltem, hogy majd meg fog birkózni azokkal a körülményekkel, helyzetekkel, amivel majd ott kell. Egyébként ez azt hiszem, hogy sikerült is, de itt ilyenek is szóba jönnek, hogy akkor mi van, vízszójagod van, itt-ott kidörzsölődsz, emésztéssel kapcsolatos esetleg nehézségek, vagy frissítésből adódó. Jó. Akkor néhány mondatot mondanék arról, hogy mikor érezheted azt, hogy felkészült a körre, és akkor esetleg érdemes lenne nekivágni. Javasolt, hogy legyenek azért jó pár ezer szintemelkedésű futásaid. De egy dolog, hogy ott van a kvalifikáció, de azért szerintem jó az, hogyha futottál már tényleg ilyen 5-6 ezer méter szintemelkedést. Én esküszöm át a 115-re, mert ide-haza. Tényleg az így nagyon jó hozzá. De azt el kell ismerni, hogy vannak olyan futók, akik mondjuk csak a Vadlánt futották le, vagy a Ultra Balaton Trail-t, amik azért kevéssé szintesek, de mondjuk elég jó idővel teljesítették, és akkor utána a kört is sikeresen abszolválták. Tehát erre is van példa. Fontosnak tartom emellett azt, persze a bejárásokat, és hogy ott idő, megfelelő részidőkkel haladsz, az egyértelmű, tehát azok adják meg azt, hogy látod, hogy igen, úgy haladok, ahogy a körön. És teszek egy zárójeles megjegyzést, amíg nagyon távol neked a kör, akkor is meg tudod tenni, kimész még 40 km-t, és csak 40 km-t mész úgy, ahogy a körön kell, de mert tök jó érzést ad, hogy na, már 40 km-t tudok úgy menni, ahogy a körön kell. Úgyhogy azt csak úgy mondom érdekességként, tehát ha még nagyon távolati a kör, akkor is ezt megteheted.
Fontosnak tartom azt, hogy legyen elég északi tapasztalatod. És nem csak az, hogy versenyen, hanem úgy, hogy nincs se előtte, se mögötte, senki futó. Egyedül vagy az erdőbe, és órákon át mész kín az éjszakába, és ez teljesen természetes lesz. Akkor az már egy jó alapszint. Tehát ez szintén egyértelműen szükséges. Igen, tehát megnéztem a papírja, majd végül ez a három. Tehát alapvetően, hogy mentél nagy szintes versenyeket, futásokat, az útvonal bejárásokon úgy haladsz, ahogy kell lesz, vagy ahogy kell, és az éjszakai futások úgy, hogy nincs körülötted senki, az is teljesen már természetes rendben van. Értelemszerű, hogy mondjuk a frissítés is ne okozzon gondot mondjuk 20-25-30 órán át. Tehát alapvetően ezt már kitapasztaltad, és akkor utána szerintem nevezhetsz a körre. Az UTMB esetében ott annyit tudok mondani, hogy gondolkodsz az UTMB-be, kicsit pár mondtad ehhez is, először értelemszerűen futsz több 1000 méter szintemelkedésű terepfutásokat, 100 km-eseket, ahogy nálam is volt tényleg ilyen 6-7000 szintesek. Ha idehaza csinálsz, az se rossz, de azért azt gondolom, hogy számít az, és mindenképp jól jön, eléggé erősen javasolt, hogy legyél tisztában azzal, hogy milyen, amikor mondjuk 1200-1500 szinten emelkedésű, az emelkedő több órát mész egyfolytában fölfelé, vagy mondjuk a lábaidat másfél órát terheli a lejtő, azért az nem ugyanaz, mint itthon, hogy lefutsz 35 perc alatt. Úgyhogy ezért javaslok magas hegyi versenyeket, legyenek ilyen tapasztalataid. És hát a második éjszaka. Tehát, hogy azért említem ezt, eleve egy dolog, hogy nekem az mindig egy izgalmas dolog, hogy hogy birkózok meg vele, mindig azért megoldottam, de megmondom őszintén, lehet, hogy ti is olvastatok ilyet, én legalább két esetre emlékszem, amikor a körön valaki nagyon megküzdött, volt olyan, aki azért adta fel a kört, mert nem tudott meggyürkőzni az egyetlen egy éjszakával. Úgyhogy fontos ezekre felkészülni. Az is legyél tisztában, hogy azért ott, ha 35-40-45 órát mész, azért ott érhetnek meglepetések. Tehát ahogy mondtam, másik éjszaka nehézsége, valahol kidörzsölődsz, ragaszgatni kell, vízholyagot kiszúrni esetleg, ha úgy alakul. Igen, és akkor végül is egy összefoglaló tanács a körre UTMB-re való nevezés regisztráció kapcsán, az az, hogy ne kapkodd el, nem hajt a tatár. Olvastam olyat, vagy ami azt sugallta, hogy mintha lenne egy-két olyan ember, aki úgy érzi, hogy az a nagy szám, hogyha pár év futás után már megy a körre vagy az UTMB-re, de én pont azt gondolom, hogy ez pont nem. Tehát ha edzővel készül, akkor még talán lehet róla vitázni, de azt gondolom, hogy az az igazi tényleg a lépésre nyugiba, szépen épített fel magad, fokozatosan, szerzel elég tapasztalatot, és itt kell megemlítenem Lőrinc Olivért, tényleg az egyik vagy a legelismertebb magyar ultrafutó edzőt. Tőle olvastam, hogy nem az a cél, hogy szenvedve, küszködve, nagy küzdelem árán teljesítsd, és akkor utána posztolsz, hogy hú, de megküzdöttem, és sikerült, de kemény vagyok, hanem pont az az, hogy végig megfelelő állapotba, korrektül, úgy, hogy egyben vagy testileg és fejben, így teljesítsd végig, és tényleg örömmel érhetsz célba. Úgyhogy én ezt tudom kívánni, jó felkészülést kívánok ehhez, és azt, hogy ilyen állapotba ér célba, és ne kapkodd el a felkészülést. Még egyetlen egyet, tényleg az a szép, hogyha van ennek egy szép útja, szépen fel van, az az igazi, ha szépen fel van építve, és fokozatosan, lépésre halasztál, és úgy jutsz el végül ahhoz, hogy kör vagy útnévé teljesítő leszel. Én ezt tudom tanácsolni, javasolni, jó felkészülést kívánok hozzá, aztán meg sok sikert. Természetesen megyünk tovább a témával. Igen, akkor az adott évi felkészülés. Az adott évi felkészülést illetően én a saját esetemről beszélek. Értem, szerintem csak egy kicsit megyek tanácsba. Nem szeretem az észt osztani, azt én nagyon nem csípem ezt a vonalat. Én igazándiból úgy mondom, csak olyanról szeretek tapasztalatokat, tanácsokat mondani, amiben jártas vagyok, amiben nincs tapasztalatom, abban nem okoskodok. Nekem ez nagyon fontos. Hát a felkészülésnél szokás szerint teszem, meg teszed a kis hétközi futásodat, hétvégén hosszabbakat, pár hetente meg még hosszabbakat, ami mondjuk akár jelen 40-50 km-t 1500-2000-2500 méter szintemelkedéssel, és akkor, ami még szóba jön, a verseny előtti utolsó nagy hosszú futás. Én korábban itt elismerem, korábban elkövettem egy hibát, vagy elkövettem azt a hibát, hogy az utolsó felkészülési futásokat
túl hosszúra vettem. A körnél nekem volt olyan, amikor mentem a kör előtt ilyen 90 km-es 4500 vagy 4700 méter szinten első terefutást. Egyébként ez onnan jön, hogy bringás időszakomban ez nem okozott semmi gondot. Tehát ott akkor volt olyan, hogy a Pilisre mentem ilyen 5000 szintet mondjuk 200 vagy 230 km-rel, mert az pár nap alatt kipihenni az ember. Na most terefutásnál viszont az izületeid meg az izmaid annyira megterheli, hogy ezt nem pihened ki pár nap alatt, ahhoz pár hét kell. Úgyhogy most már arra jöttem rá, amit a tavalyi UTMB-m előtt láthatatok is videón, ami a nagy fátrában volt. Futottam 58 km 3800 méter szintemelkedéssel, ez nagyon bevált, nagyon jó futás volt, és tényleg az megfelelő edzett. Tehát az volt az utolsó kiváló felkészülési futásom, és aztán utána tényleg korrektül teljesítettem is az UTMB-t. Én azt mondom, hogy ilyen UTMB előtt tényleg körülbelül ilyesmit lehet célszerű, tehát azért legyen benne elég szint. Kör előtt azért valamivel talán kevesebbet, de hát igen, szó-szó. Igen. Azt is tudom, hogy persze a komolyabb vagy edzővel készülő futóknál nincs ilyen, nem futnak ilyen hosszút. Nekik mondjuk felkészülés verseny van, vagy rávezető verseny, és akkor mondjuk az hosszabb. Igen, és akkor a következő a mentális felkészülés. Itt igazából két dolgot akarok elmondani. Az egyik az az, hogy legyen nagyon erős a motivációd. Tehát az, hogy nagyon akard azt a versenyt, de ahhoz kell egy olyan ok. Én pont egyébként tegnap jöttem rá, így ahogy gondolkodtam, hogy én amilyen nagy versenyekre megyek, mire eljutok oda, már mindig elképesztően akarom. És ebben nekem nagy szerepe van a videókban. És igazából ez már a második pont, tehát itt a kettő kicsit összefolyik. Tehát az első az, hogy nagyon akard valamilyen okból, vagy azért, mert hogy mondjuk a legendás verseny, vagy nagyon ismert verseny, vagy mert hogy nehéz, vagy kevesen teljesítették, vagy egyszerűen csak azért, mert a kedvenc helyeden van mondjuk, vagy egy nagyon szép helyen, vagy a kedvenc futót teljesítette mondjuk, és akkor itt jön a kapcsolódó dolog, hogy nekem rengeteget jelent, hogy a videók által a véremmé válik a verseny. És itt, amit említettem, hogy amikre én megyek versenyekre, UTMB, vagy ott volt a Swiss Sub 100, vagy ott volt a, én így szoktam mondani, hogy 100 miles de France, így keverve a nyelveket. A Pireusok vezető 100 mérföldes versenynek a célja a földközi tengernél volt. Tényleg a videók által annyira megszeretem, hogy egyszerűen már nagyon-nagyon akarom a végén. És egyébként most is idén is ez a helyzet. Úgyhogy ide kapcsolódik az is, hogy ebből következik, hogy általában azokra a versenyekről szokott lenni videó, jó videó, mire megyek. Egyébként pont most, amire másfél hét múlva, ahol másfél hét múlva fogok futni, arról hát egy videó van, az elég jó, de inkább azt mondom, hogy más videók azoktán, amik úgy jobban elvarázsoltak, hogy hú, de szuper lesz. De egyébként ennek a srácnak is jó a videója azért. Következő téma az pedig az UTMB-hez kapcsolódó szervezésre vonatkozó információk, tanácsok. Miután kaptam el egy kérdést, hogy meséljek róla. Hát értelmesen az utazásnál utazhatsz, ha van kocsid, akkor kocsival, mehetsz repülővel, vagy busszal. Ha busszal, akkor mondjuk, hát egy minimális tapasztalat van, ebben a Flix busszal mentem tavaly Szlovákiába, az tök jó bevált, tényleg nagyon olcsó. De itt, ahogy én néztem, akkor át kell szállnod, még az is lehet, hogy utána nem egyszer. Tehát ez ebből a szempontból lehet talán kicsit bonyolultabb. Ha repülővel mész, én erről tudok még pár mondatot mondani. Én Genbe szoktam menni, oda átszállással. És onnan pedig ilyen shuttle járat megy, ilyen kis busszal visznek, ott konkrétan az adott szállásat, tehát a szállás előtt fognak letenni, szerintem egész korrekt árba van, és tényleg gyors. Utazást illetően ezt tudom ajánlani, nagyon fontos, bocsánat, a szállásra vonatkozóan nagyon fontos, hogy időben kell lefoglalni. Tehát nem akkor, amikor besorsoltak az UTMB-re, hanem már az előtt hónapokkal, gyakorlatilag már a nevezés előtt, mert rengeteg hely elfogy. És ugyanakkor, ha nem sorsolnak be, a szállást ingyen le tudod mondani. A szállás árak azért nem olcsóak, de hogyha többen szálltok meg, mondjuk kibéreltek egy apartmant, akkor már egy főre vetítve értelemszerűen sokkal olcsóbb, hogy úgy érdemes tenni. És akkor még egy fontos dolog, én általában egy hétre vagy 9 napra szoktam kiutazni, tehát mondjuk egy héttel a verseny előtt azért, hogy legyen lehetőségem egy kis útvonalbejárásra, illetve miután magas helyekre szoktam menni, ott magas és felmenni és egy kicsit aklimatizálódni. Ezzel lehet vitázni, ez mennyire szükséges vagy nem. Én azt gondolom, hogy azért szerintem számít,
mintha az rém lenne, hogy talán 2500 méter környékén, vagy 2000 környékén talán 15%-kal kisebb a levegő oxigén tartalma, mint itt lent. Én mindenesetre hiszek benne, tehát akár segít, akár nem, én hiszek benne, hogy jó az, hogyha mondjuk kétszer is felmegyek és eltöltök pár órát 2000 méter fölött. Úgyhogy ezt meg szoktam tenni. És még egy dolog, a verseny előtti éjszakákon, főleg, ha ilyen két éjszakás akarod, igyekszem minél többet aludni, akár egy-két éjszakán olyat is, hogy normál alvás után még ilyen melatonin tablettával vagy altatóval még alszok 2-3 vagy akár 4 órát pluszba, és akkor így mondjuk lesz egy ilyen 11 órás alvás. Az utolsó éjszakákat mindig így szoktam, hát ha este van rajta az UTMB-nél, például ez így szokott lenni. Következő pont a szükséges felszerelés, de itt nem a kötelező felszerelésről fogok beszélni, arra tudom ajánlani egy videómat, hanem inkább itt néhány trükköt, tapasztalatot, tanácsot. Az első az az okni. Itt Nyakas Gábort kell említenem, ő mondta, és ez teljesen így van, egyetértek vele. Az, hogy milyen zokni válik be neked, az teljesen egyénfüggő. Azt tényleg neked kell kitapasztalnod. Akár azt is mondhatom, hogy van, aki a vékonyabbat szereti, van, aki akár a fázós és a vastagabbat, van, akinek esetleg az egyik zokni dörzsülik ki jobban a lábát, a másiknak a másik, tehát az egyénfüggő, kitapasztalod magadnak. Viszont nagyon fontosnak gondolom, és ez jó tanács, hogy hosszú futáson, ha nem hordasz kamásit, akkor még inkább, de ha hordasz, én azt mondom, még akkor is érdemes féltávnál zoknit cserélni. 100 mérföldesre a két drop-back pont van, akár még kétszer is. Mert egyszerűen megy bele a por, az dörzsöli ki a lábad, de akár amiatt, mert hogy ott már használod, beleizzadtál az okniba. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes zoknit cserélni. A körön is akár, ott nem tudom, hogy cseréltem, lehet ez így alkalommal igen, de a körön is ez akár hasznos lehet. De egyébként versenyeken ott egyértelmű, tehát ott bekészítem, amit a csomagpontra küldök csomagot, ott a küldök váltás zoknit. Akkor a következő a futóbot, hát igazából itt márkát nem fogok mondani meg, hogy miért ilyen tanácsot nem. Az biztos, hogy nagyszintes versenyeken kell, nagyon ajánlott a futóbot. Ilyen UTMB szintű, sok szintesen ott meg már szinte alig van, aki anélkül megy, vagy szinte majdnem, hogy nincs is. Tehát az olyan ritka, mint a fehér holló, mert egyértelműen termentesíti a lábaidat, vagy csökkenti, egyértelműen csökkenti a lábaidat, az izmaidat érő terhelést, úgyhogy használj botot. Én azt tudom mondani, most már lekibotta a futók, de az előző botom az egy olcsó kategória volt, és teljesen bevált. Az egy alumínium bot volt egyébként, ez a mostani egy szénszálas, mind a kettő bevált. Következő a mez és a póló esete, hát igazából itt megint egy apró tanács. Ha hosszú a verseny, cserélj mezt, mert egyszerűen rengeteg sok kicsapódik rajta, kidörzsöli a bőröd, tehát mezcsere. Ez az egyik. Ezt látod is egyébként a profi futóknál is. A másik az, hogy én azért hordok egyébként biciklis mezt, mert két oka van, egyrészt le tudom cipzározni a nyakát, a másik meg az, hogy hátul zsebe van. Ez a kettő az oka. Aztán következő jacky, hát a futó jacky, ezt többen tudjátok, hogy az ilyen nagy versenyeken előírják, hogy 10.000 mm esőt elbíró lélegző futó jackyt kell hordani, az a kötelező felszerelés része. Aztán tanács, igen, a krémezés, az az utolsó itt a felszereléseknél, a tanácsoknál. Ez egyébként tegnap jutott csak eszembe, mert ma nem elfelejtettem. Egy dolog, hogy bizonyos helyeken krémezed magad, mondom konkrétabban, ahol kidőzsöl a fehér nemű, alsónadrág, ott be kell krémezni magad. Szudokrémet ajánlanak sokan, ez nekem is bevált. De fontos, borotvál is le. Tehát, mert tényleg a szőrszálak azért ott kidőzsölnek. Menet közben is javasolják, ha valamennyire dőzsölődsz, akkor a krémezést. Na most ott mondják a vazelint, nem tudom, de szerintem akkor is jó a szudokrém. Úgyhogy én például a szudokrémet fogok vinni magammal a versenyre, az ott lesz nálam. És akkor még egy, én például a derekam is lesz szoktam ragasztani, tehát ahol esetleg a futózsák kidőzsöl, akkor leragasztod előre a derekadat, tehát egyértelmű, hogy akkor ilyen melbimbó tapaszt, vagy leragasztod. És akkor még egy, a vízhólyag, többen írják, hogy akkor vízhólyuk lett, na most korábban nekem is volt, most már kevésbé, de amit meg tudsz tenni mindenképp, és tegyél is meg, hogy előtte éjszakákon át kendbe szarvasfagyú krémmel, vagy lanolinnal. A lanolin az kicsit kellemetlenebb, letörzsölni utána a kezedről, tehát az ilyen kellemetlen anyag szerintem.
Szaras fagyukrém, az tök jó, azzal talán több éjszakán kell bekenni, ráhúzol utána az oknit, és akkor tényleg ez megfelelő állapotba hozza a bőrödet, és akkor kevéssé lesz, hogy nem lesz vízhólyagod. Oké. Okay. No, akkor a hetedik téma az akkor a frissítés. Az első azt, hogy az mindenkinek teljesen egyéni. Ahogy szokták mondani ezeknél az úgynevezett műkajáknál, különböző ilyen profi frissítéseknél, hogy az embereknek különböző az ízlése, kinek ez jön be, kinek az jön be, vagy az emésztésnek kinek ez jön be, kinek az jön be. Ez így van. Azt kell mondani, hogy emellett visz, vannak olyan futók, akik bírják végig műkajával, ez is egyénfüggő, én például nem, tehát nekem kell mellette normál kaja is, kell mellette szilárd is. Az én frissítést, a frissítésemet illetően azt tudom mondani, hogy nálam elég sok a bekevert energiaitalpor, szoktam géleket is használni. Egy kérdez az egyik srác, én megmondom ezt, én a koffeines gélt azt sokat használom, de azokat úgy szoktam, hogy jellemzően, ha valami nehezebb emelkedő jön, vagy akár egy kis hullámvölgy, vagy az, hogy na most jól jön egy kis turbófokozat, mert én ezt mindig így fogom fel, koffeines gél az egy ilyen turbófokozat bekapcsolása, az így felpörget. Frissítőpontokon ott nem eszek semmi műkaját, tehát ott azt teszem, amit ők adnak. Aztán, ahogy mondtam, hogy fontos a szilárd kaja, ezért az, hogy például akkor eszek ott, ahogy a videóimból tudjátok, ilyen piskótaféle sütit, akár egy kis szendvicset is, ahol van tészta, ott tésztát mindenképp szoktam enni. Egyeseknek jó a leves is, hát nekem olyan semleges, tehát néha eszek levest, néha nem. Következő, a két kiegészítő dolog, ami nagyon fontos, sótabletta és a BCAA. Szerintem ezeket a nagy többség eszi, hát lehet privát úton is a sópotlást megoldani. Kérdés, hogy ez, tehát nem tudom annak a mértékét az igazság, de nem értek hozzá, hogy ott mennyire kellene ilyen sós kajákat, akár sós magyarót, meg sós sütit, hogy azáltal pótold a kiízadt sót. Úgyhogy én szoktam sótablettát fogyasztani. Hát arra megvan az előírás, de egyébként most hallottam másoktól, hogy 3-4 óránként is szoktak bevenni egyet. Egyébként itt nekem van hibám, ezt megint csak el kell ismernem, mert én ezt néha úgy elfeledgetem, úgyhogy most már valószínűleg nem, más miatt nem szoktam az óránban riasztást beállítani, de nem kizárt, hogy emiatt fogok, hogy tényleg ne felejtsem el a sótablettát és a BCAA-t is. Direkt felírtam, mit írnak a BCAA-ról. Azt írják, hogy ez az izomlépülést gátolja, valamint az izomépítés miatt is fontos 2-1-1 arányú BCAA. Úgyhogy ha hosszú a verseny, akkor hát mintha mondanának ilyet, hogy netán akár, ha már ilyen 6 óra feletti vagy valami ilyesmi, akkor javasolt BCAA-t is fogyasztani. Igen, és akkor itt amit még felírtam, hogy az esetemben igen, értelemszerű, különbözik azért a körön levő frissítés az UTMB-től. Az út meg a hasonló versenyeken. Az UTMB meg a versenyeken ott azért vannak szervezői frissítések, tehát azt értelemszerűen eszem azt, és akkor mondjuk a fele a saját frissítés. A körön azért ott nem teljesen így van, lehet, akár lehetne így is, ha segítővel megy az ember, de egyszerűen nincs idő arra annyira, hogy egyed azokat, amik ki vannak rakva, tehát azt mondom, ez itt a fő érv. Ott úgy lehet, hogy elviszel, és akkor abból is eszel. Egyébként ez fontos lett a versenyeken, ezt tavaly az UTMB jöttem rá, hogy többször figyeljek oda arra, hogy haladás közben egyek. Tehát a frissítőről elhozok valamit, és akkor utána még eszegetek. Jó, egy idő után már nem annyira, de az elején erre odafigyeltem, és ezt jónak gondolom mindenképp. Szoktam enni egyébként kókuszrudat is, zavszeletet is, az energiatapor meg a GM mellett. És nagyon fontos, erre nemrég jöttem rá, hogy az aszalt áfonya is nagyon jól működik. Nagyon hamar adja az energiát. Tudom, hogy versenyként is szoktak kirakni aszalt gyümölcsöt, most én is megpróbálkoztam vele, hogy viszek magammal, és tényleg nagyon bevált, hogy most a következő versenyre hát legalább vagy 5 zacskóval bekészítettem, vagy 5 tasakkal, úgyhogy azt fogok fogyasztani. Igen. Hát igazából szerintem itt erről elmondtam mindent. Következő pont, akkor tapasztalatok, tanácsok a kör, illetve az UTMB kapcsán. Hát az első az, hogy igazából a körnek bejárás nélkül ne vágj neki. Tegyél útvonalbejárásokat, ahogy mondtam,
tenyeri útvonalbejárásokat, és ott látod, hogy tényleg az adott terepen olyan tempóval haladsz-e, ahogy kell. Tehát néha, amikor látok olyanokat, akik akár 6-8 óra után már látszik, hogy nem haladnak elég jól, akkor felmerül bennem, és nem okoskorok tényleg, de hogy barátom, nem tettél bejárást. Ha elmentél volna útvonal bejárásra, láttad volna, hogy nagy hideghegyig nem érsz el azzal a tempóval, hogy haladni kell. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg, ha az ember tesz bejárást olyan tempóval, ahogy kell, akkor a körön se lesz baj. Aztán... hát igen. Akkor a következő az az, hogy igazából nem is a jelzéseket kell ismerned, hanem azt, hogy merre kell másik az, hogy nem is a jelzéseket kell ismerned a körön, hanem azt, hogy hol merre kell fordulnod, az elágazásoknál melyik irányba kell fordulnod. Én például alig ismerem a jelzéseket a körön, tényleg pára tudnék csak mondani, hogy hol milyen színű, meg mit mutat, viszont minden útról, hogy merre kell fordulni. Akkor van, hogy milyen időpontot választasz, hát igazából én megmondom őszintén, hogy én azért szeretem viszonylag ezt a május-június környék időszakot, bár most épp hallottam, hogy a június a legcsapadékosabb hónap az évben, ugyanakkor akkor a legrövidebb az éjszaka, meg a hőmérséket akkor a legjobb nekem. Tehát én a hideget nem szeretem, hogyha patakból is kell frissíteni, és jó párszor azért csak szoktam, akkor azért tényleg az tud dökideg lenni, és a torkom nem bírja. Van, aki meg esetleg a meleget nem bírja. Aztán kérés az, hogy ki hogy birkózik meg az éjszakával, mert az egy dolog, hogy még 6-8 óra, de mi van, ha mondjuk 10 óra éjszaka jut. Emlékszem, amikor például mentem egy nagyon hosszú versenyben, amikor egyszer október elején voltam ott, az a francia oldalon volt, és akkor ott például fel kellett fognak, hoppácska, itt 10 vagy 10 és fél órán sötét lesz. Tehát az is valami. Aztán... És akkor az ütemezéshez pár dolog, ezek igazából ilyen hüvelykúj szabályok, amit tudok mondani. Márianosztráig alapvetően elvileg azt lehetne, hogy 4 órás részidővel kéne eljutnod, mert az, amíg be lehet fejezni időbe a kört, inkább azt mondom, hogy legyen 3 óra 45 vagy 3 óra 50 perc Márianosztráig. Akkor a következő az Nagybörzsöny. Hát Nagybörzsöny, én azt mondom, hogy ott is mondjuk a 6 és 3-4 óra is, hát szoszó, inkább azért azt mondom, 6 és fél óra. Tehát 6 és fél órán belül meg kell érkezni a Nagybörzsönyre. Vagy úgyhogy tovább is mész, mert onnan azért akár több mint 2 óra lehet a Nagyhideghegy. És a Nagyhideghegyen meg a hüvelykúj szabály az, hogy 8 és 3-4 óra az az idő, ami kell ahhoz, hogy aztán utána költelesítő lehess. Tehát abból adódik, tehát ha 8 és 3-4 órát fejezsz Nagyhideghegyre, akkor valószínűleg időbe be fogod tudni fejezni az egész kört. Volt már olyan ember, aki 9 órás részidővel is végig tudott menni, de az tényleg körülbelül azt mondom, hogy egyszer volt urdan kutyavásár, vagy kétszer, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy 8 és 3-4 óra Nagyhideghegy. Hát még lehetne mondani a Magyarhegy alját, hát az körülbelül olyan mondjuk 11 és 1-4 óra körülbelül, 11 és 1-4 óra, mert hogy a nyugati gerinc az azért többeknek inkább 2 és 4 óra szokott lenni, és 13 és fél órát mondunk Fekete-völgy panzióhoz. Tehát Fekete-völgy panziónál is a nagyon-nagyon nagy többség, a teljesítőknek mondjuk a kb. 95%-a 13 és fél órán belül megérkezett oda, és talán 2 ember volt, aki azután ért oda, és mégis be tudta fejezni. Hát a többiről igazából nem mondanék, ott már nagyon így szétcsúszhat, hogy akár most a Drégennél vagy Závoznál. És akkor még egy érdekes dolog itt a kör kapcsán, mégpedig ez, hogy a férfiak között azt már tudjuk, hogy a leggyorsabb idő segítővel az 20 óra 13 perc lett Kovács Dávid által, aki az UTH-n egyikében második is lett, de volt negyedik is már, tehát azt lehet mondani, hogy a legjobb hazai terefutók közé tartozik, most legutóbb kint volt a világbajnokságon, tehát látszik, hogy elég jó futó. A nőknél viszont azért az érezzük a mostani pályacsúcsból, hogy abban van tartalék. Már csak azért is érezzük, mert a nagy szintes versenyeken azért általában a legjobb férfi és női idő között ilyen 10-20% szokott lenni. Tehát még a 20%-ot is mondunk, akkor az ilyen 24 óra körül jön ki. És akkor adódik a kérdés, hogy vajon mi lehet a legjobb női idő, amit el lehet érni a körön.
Igazán csak érdekességként mondom el, én megmondom, hogy nézegettem, miután én a szakmám az egyébként gazdasági elemző, úgyhogy itt természetesen kicsit egy elemző fejjel is így nézegettem dolgokat, és például megnéztem azt, hogy Kovács Dávidnak, tehát a legjobb ideje az UTH-n 11:14, Vince Zsófinak 14:30, ebből arányosítással például 24,5 óra adóna a körön. Ugyanakkor, amikor Zsófival beszélgettem, akkor azért kiderült, hogy az ő UTH-ban valószínűleg ott azért volt tartalék, mert nem volt igazán jó napja, vagy nem volt egy tökéletes futása, hogy így mondjam. Tehát elvileg a 24,5 óránál valószínűleg azért lehet gyorsabb kört is futni. Ugyanakkor a kiindulok abból, hogy a Bódi István az UTH-n már futott 14:47, ami a legjobb magyar női időnél csak egy kicsit gyengébb, és ő a körön viszont futott segítő nélkül 23:27, akkor ebből meg gondolnánk azt, hogy akár 23,5 óra alatt is végig lehet menni a körön. Az is igaz, hogy Bódi István azt mondja, hogy neki inkább az előnye hosszú távon jön ki, tehát ő minél hosszabb a távja, valószínűleg arányaiban annál jobb. Tehát ő úgymond a rövidebb, most azért UTH nem annyira jó a többihez képest. Úgyhogy összefoglalva eltéren azt tudom mondani, hogy valószínűleg ilyen 24 óra körüli, 24 óra kicsivel jobb, 24 óra kicsivel gyengébb idő lehet valószínűleg a legjobb női idő, amit itt teljesíteni tud egy magyar terepfutó hölgy. Most hozzá kell tenni azt, hogy ha Kovács Dávid idejéből indulunk ki, azért tegyük hozzá, hogy ő azt hiszem, mikor cseteltem vele, talán 8 perc volt összesen az állás ideje, vagy valami ilyesmi rémlik. Tehát ő nagyon alig állt meg, és még egy, hogy ott van, hogy kinek milyen tapasztalatom az éjszakával. Hogy bírja az éjszakai haladást, az éjszakai együllétet, tehát ez is befolyásoló tényező lehet. Oké, következő 9-es pont, az UTMB verseny kapcsán is néhány támpont tapasztalat. Hát annyit tudok mondani, itt értelemszerűen a saját tapasztalataimat mondom. Nekem az egyik az, hogy az útvonal első több órájában az volt, hogy minél kevesebbet időzzek a frissítőkön, tényleg csak pár percre, kulacsot töltök, bekeverem az energitaport, elveszek pár frissítést, egy-kettőt éppen csak ott megeszek, már megyek is tovább. Így volt az első három frissítőpontra. Az első, ahol hosszabb időre megálltam, az a lábámnál volt, az azt hiszem 40 km-nél van talán. Ott már csak azért is maradt jön egy nehezebb, meg magas emelkedő, meg hosszabb, úgy ahogy még onnan vagy 800 méter szint, vagy 700. Tehát ott időztem először hosszabban. Aztán akkor az is ott volt, hogy utána van egy hosszabb szakasz a következő frissítőig, és ezért, miután múltkor én ott kicsit már eléhez értem oda, ott megérztem, hogy a lejtőn is egyek valamennyit, hogy ne eléhez érkezzek lesepjőbe. Aztán egy nagyon fontos pont, ez minden verseny, minden ilyen nagy versenyre nagy tanács, szerintem, hogy hát aki olyan tempó halad, mint én, a dropback pontok, amiből egy vagy kettő van, tehát ahova csomagot tudsz küldeni, ott nagy generál, én ezt így hívom. Kurva érbe az UTMB, én még lábat is mosok, mert előtte ott egy nagyon poros lejtmű jövünk le. Lábat mosott, most zoknit cserélek, majdnem, hogy minden ruhám lecserélem, szinte teljesen újra öltözök. Persze kajálás is van, meg akarod a csomagcsere, stb. Tehát azt én így hívom, hogy nagy generál. És én tényleg a nagy pontokat arra használom ki, hogy ott akkor időzök, nem rohanok, nem kapkodok, ott fel kell töltődni, mert onnantól érted megint, vagy nem is tudom, 15 órán át mondjuk, hát olyan, ahol két dropback pont van, akkor 15, mert az UTMB-nél hát Kurmajörtől még nem tudom, hogy 26 órát megy az ember, vagy még többet. Úgyhogy, és akkor még egyet írtam fel az UTMB kapcsán, hogy ahol van a Grand Col Ferret Hágó, az a 100. kilométernél van, ott is szoktam előtte komolyabb energiabevitelt, vagy oda figyelni rá, mert az azért a legmagasabb pont, ott fönn tud hideg lenni, meg köd, ott legyen tele az ember energiával, töltődjön fel, vagy töltse fel az energiaraktárait Árnóvászban. Kérdeztétek, hogy mi segített át a nehézségeken, hogyan lehet megelőzni, csökkenteni a küzdelmeket? Hát ilyen alapvető például, hogy ne legyen eléhezés, ne legyen sérülés, ha rosszul frissítesz, akkor értelemszerűenból jön a küzdelem, kínlódás. Elámosodás témában annyit tudok mondani, hogy az első éjszakán nem szabad, hogy problémád legyen. Tehát azt arra készüljél, gyűjts tapasztalatokat,
tényleg ez kicsit egyénfüggő. Most nekem ott van az is, hogy például zenét hallgatok, akár a koffeines gél is. Tényleg ilyesmi. Aztán a második éjszaka, ott már ilyen saját trükkök tudnak lenni. Tehát az nekem is versenyként különböző dolgok segítettek néha. Volt olyan, amikor az, hogy éppen hideg lett, tombolt a szél, és akkor amiatt nem álmosodtam el. Ahogy elmeséltem az útén, most legutóbb az volt, hogy elkezdtem tempót menni, hogy ott utolérek valakiket, és így azzal tudtam felrázni magam. Tehát tényleg ez nagyon ilyen egyéni dolog. És hát az értelemszerű, hogy előtte alvás tartalékokat kell, vagy tehát előtte alvással fel kell töltekezni, tehát tartalékot kell gyűjteni, hogy kipihent legyél. Hullámvölgy esetén a korábbi tapasztalatok és a motiváció húzhat ki belőle. Itt nagyon fontos, hogy fel tudj idézni olyanokat, amikor korábban megoldottál hasonló helyzetet. Tehát nekem tényleg volt ilyen, nagyon emlékszem rá, ez így nagyon a fejemben megmaradt példa, amikor kint tekertem fel, egyébként is egy érdekes nap volt, a tengertől indulva tekertem fel Európa legmagasabbra vezető aszfaltos emelkedőjén, Sierra Nevada-ba, Spanyolországba, 3330 méterig talán, ott volt vége az aszfaltnak. Más bringával ráadásul direkt azért, hogy mert így a legnehezebb. És hát reggel indultam 8 órakor, mert nem sok előtte kelt a nap, és akkor este már sötétbe értem fel. És ott a végén mindentől tel, ott falvak is távol vannak, lent érted, tök messze látod a tengert, ott vagy fenn a világ végén, és volt, amikor átfutott a fejem, hogy itt vagyok a világ végén, mindentől távol a sötétbe, és nem tudom, egy kicsit ott volt egy negatív érzésem, aztán felidéztem egyszerűen, hát az Alpokban jó párszor volt, hogy mentem éjszaka is, és tényleg ott is falvaktól távol, és semmi gond nem volt, megoldottam. És mondtam, ugyanolyan, mint ott, nincs mit aggódni. Úgyhogy ez a lényeg, hogy fel tudj idézni hasonló helyzetet, amikor megoldottál és átjutottál a problémán, és akkor azt mondtad, ez is olyan, mint ott, ott is megoldottam, most is megoldom, ennyi. Úgyhogy ez szerintem itt a legfontosabb az ilyen hullámvölgyes vagy nehéz helyzeteknél. És ezért van, hogy minél több a tapasztalatod, szerintem annál könnyebben fogsz túljutni rajta a nehézségeken. Na és akkor az utolsó ponthoz is elérkeztünk, úgyhogy közeljük a videó vége. Mi történik verseny után, mit tudok javasolni? Hát sokan szerintem tudjátok egy részét, vagy nagy részét. Nyújtás, hengerezés, illetve a krémezés. A nyújtást azt csak meleg izmokra szabad csinálni, illetve ha kihűlt izomra, akkor előtte vagy az, hogy hengerezel, vagy pedig dinamikus nyújtást szabad csak. Konkrétan nyújtásban nem megyek bele, de azért az szokott lenni szerintem egy 5-10 perc simán. Mondják azt ilyen versenyek után, nagyon jó, hogyha utána gyalog, elmész sétálni egy kicsit, az is jó az izomnak. Aztán a hengerezés az, hát nekem egyébként akár szokott lenni, hogy akár egy órán át is, tehát ilyen 40-45 órás verseny után egy órán át ott simán hengerezek. Egyébként el szoktam felejteni általában a vállamnak meg a nyakamnak a hengerezését. A nyújtást még szosszó, de azt is elég ritkán. Ilyen nagy verseny után mondjuk talán csak azért, mert egyszerűen annyira megérzi a vállam a botozásnak a hatását, hogy egyszerűen nem tudom elfelejteni, hogy egy kicsit azzal is foglalkozzak. És akkor végül még annyi, hogy ilyenkor, ja persze ilyen regenerál italok is vannak, az is jó, meg fontos. Én is viszek most ki a versenyre. És akkor még a krémezés. Van a különböző regeneráló krémek, vagy masszázskrémek, az is szerintem kifejezetten jó, de azt gondolom, hogy a nyújtás meg hengerezés nagyon fontos. Tehát ha választani kell a kettő közül, akkor én inkább azt mondanám, hogy nyújtasz, hengerezel, és nem krémezel, mint fordítva. De ha még megteheted, akkor még kendítsd után a krémmel, és az is hozzásegít, hogy másnap jobb állapotban legyen a lábad. És egyébként akkor zárásra még egy, hogy én egyébként ilyen nagy verseny után pár napig nem szoktam egyáltalán futni. Még olyat esetleg, hogy 3.-4. nap elmegyek, azt is néha csak dacból, mert amúgy ott is semmi értelme is, tehát nem összetett semmi, hogy most elmenjek futni. Egyszerűen csak azért szoktam néha elmenni, ilyen 4-5 kilométer, hogy na, csak azért is tudok, képes vagyok már futni, de igazából ennyi. És akkor végül zárszóként annyit tudok mondani, hogy remélem tetszett a videó. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és tudtatok tanulni belőle. Mindenképp ez volt a célom. Szokták mondani, hogy ha még nem tetted fel, akkor iratkozz a csatornára. Ha szeretnéd, hogy más is lássa a videót, egyfelől akkor oszd meg, illetve ha lájkolod, kommenteled, akkor ezzel is tudod segíteni, mert a YouTube-nak ilyen a rendszere.
kommentet, ettől függetlenül is tényleg írjál, örülök, akár ha azért, mert hogy tetszett, vagy azért, hogy mondjuk mi hiányzott bele, vagy esetleg legközelebb még miről hallanál szívesen. Úgyhogy ezt írd meg nyugodtan, fogok rá reagálni. Egyébként ez a videó is egyébként emiatt jött létre, a kommenteknek köszönhetően. Úgyhogy köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra, és legyen szép futásotok. Remélhetőleg legközelebb is tudok jelentkezni egy klassz versenyvideóval, nagyon szép versenyvideóval. Ebben bízom. Sziasztok, jó futást, jó egészséget!